Az utolsó tanácsüléseit ebben az évben a megyei tanácsnak nyugodtan nevezhetjük produktívnak és különlegesnek abban, hogy a legtöbb döntés konszenzus alapon született, tehát a jelenlévő képviselők mindegyike megszavazta. Nem csak a költségvetés elfogadása volt fontos kérdés, bár az a legfontosabb, hiszen 70 kérdést tűztünk végül is napirendre, és mindegyikben döntést hoztunk. Elfogadtuk a megyei tanács elnökének beszámolóját, a költségvetés módosítását a 19-es évre, és a megye költségvetését a 2020-as évre. Ez a költségvetés abban különleges, hogy míg az idei költségvetése durván 7 milliárdos, addig a következő évben a megye költségvetése csak 2,3. Ez nem csak azért, mert faragtak a mostani költségvetéshez képest is, hanem leginkább amiatt, hogy a következő évben már a központtól a pénzügyi támogatások, meg szubvenciók és dotációk útján jutnak el, nem a megyén keresztül, nem a megyei tanács határozatai által, hanem közvetlenül jutnak a kistérségekbe, és ameddig azok meg nem alakulnak, addig a járásokon keresztül. Elfogadtunk nagyon sok programot, a megye kommunális tulajdonában lévő objektumok és komplexekkel kapcsolatos sor kérdést. Azon kívül elfogadtuk Kárpátalja fejlesztésének stratégiai tervét a 2021-2027-es évekre, és 8 beadványt a központhoz különböző kérdésekben. Ezek között szerepelt egy beadvány, amelyben arra kérjük a központi hatalmat, hogy az adminisztratív reform során, ha sor kerül a járások határainak megváltoztatására, mert ez tervben van, akkor ne úgy legyen, ahogy azt Ukrajna regionális minisztériuma eltervezte, hogy Kárpátalján a most meglévő 13 járásból csak 4 maradjon, hanem legyen 6, és a mi kérésünk az, hogy az ungvári, munkácsi, huszti és tétsi járásokon kívül figyelembe véve még másik két járásból az ottaniaknak a beadványát, az érdeket és a célszerűséget és észszerűséget, legyen még egy rahói és egy beregszász központú járás is. Azon kívül beadványjal fordultunk a központhoz abban az ügyben, hogy egyelőre még csak a média szintjén és hírek szintjén terjed, tehát határozat ebben nincsen, de vannak ilyen elképzelések, és egyes politikusok is a hatalomban lévő pártok részéről is megszólaltak így politikusok, hogy tervezik régiók létrehozását Ukrajnában, amelynek értelmében Kárpátalját szomszédos megyékhez csatolnák, mi kategorikusan ellene vagyunk ennek. Elfogadtunk egy beadványt, amelyben a kialakult helyzetre, ami a határokon van tekintettel, ezek áldatlan állapotok és sűrűtetlen állapotok, hogyha figyelembe veszük, hogy Ukrajna valóban az Európai Unióba igyekszik integrálódni és közeledni az Európai Unió felé, akkor mindenképpen szükséges, hogy a határátkelés lehetőségeit és körülményeit megjavítsuk. Ezért azzal a kéréssel fordulunk a központi hatalomhoz, hogy a meglévő határelkerülő helyeket korszerűsítsék a korszerű követelményeknek és a kialakult helyzetnek megfelelően, illetve hogy új határátkelő helyeket nyissanak. Itt az ukrán-román határon 2, az ukrán-magyar határon 2, az ukrán-szlovák határon 1 és az ukrán-lengyel határon is egy új határátkelő helyről beszélünk. Konkrétan az ukrán-magyar határon a Nagypalád-Nagyhóros határátkelő hely megnyitásáról, amelyik már 90%-ban kész, úgy lehet mondani, hiszen a hozzávezető útak megépültek, és a Péterfalvától a nagypaládi határátkelőhelyig vezető út már 2 éve kész, és csak ott áll. Csak a határátkelés biztosító infrastruktúrának és az ahhoz szükséges központi kijevi kormányszintű határozatnak a meghozatala szükséges lenne még. Badalónál és Tarpánál pedig egy teljesen új határátkelő megnyitásáról beszélünk, mégpedig gyalogosok, kerékpárosok és autók, járművek számára is. Ezek a talán legfontosabbak, amelyeket kiemelnék a mai tanácsülésről.